Oké, sziasztok, én Károly Ákos vagyok, mint azt hallottátok. Jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház színházpedagógusa vagyok. Ott dolgozom a színházban Szegeden, és a munkám az, hogy játszak. Játszom emberekkel, fiatalokkal, felnőttekkel. Csapatépítő délutáni foglalkozást tartottak Szekszárdon a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzési központjában. A résztvevő középiskolásoknak tartott játékos előadást Kálai Ákos, a Szegedi Színház pedagógusa. Alapvetően játszani jöttem ide a fiatalokkal, a közösségépítő és csapatépítő játékokat, gyakorlatokat fogunk játszani, és a cél az, hogy jól érezzük magunkat. A színész elmondta, nagyon fontos szerepet játszik a fiatalok életében a közösségépítés. Egy közösséghez tartozni azt gondolom, hogy mindig nagyon jó és egy fontos erőforrás lehet a fiataloknak, akkor, hogyha megismernek más kortársakat, kinyílik számukra a világ egymás által, tudják egymást segíteni, támogatni, és valahogy közösségben mindig szórakoztatóbb az élet. És ez a mai alkalom is azt segíti, hogy ők valahogy egymásra hangolódjanak, jobban megismerjék egymást, és így a közös, hogy is mondjam, jó hangulaton keresztül valahogy, nem tudom, még közelebb kerüljenek egymáshoz. Godó Gabriella mesélt arról, hogyan csatlakozott az MCC középiskolai közösségéhez. Nagyon kíváncsi vagyok már úgy egészen kicsi korom óta szinte mindenre, és nagyon szerettem volna egész sok mindent így elsajátítani az életemben. Ezért kerestem olyan lapokat, olyan oldalakat lényegében, és olyan embereket, akik így ebben tudnak nekem segíteni. És pont ebben a keresési fázisban jött el hozzánk egyébként egy olyan hír, hogy egy ilyen hely is van, és hogy ez mennyire jó. És ezért csatlakoztam, hogy körülnézek egy kicsit, megnézem, hogy egyébként tényleg milyen. És én nekem nagyon a szívemhez nőtt azóta is, mert teljesen jól tudta adni azokat a dolgokat, amire nekem szükségem volt. Szerintem fantasztikus a légkör egyébként, nagyon építő úgy alapvetően itt lenni is, és egy hatalmas energiabombát ad, és nagyon-nagyon sok tudást ahhoz képest, hogy délutánonként az órák után itt vagyunk, és tanulunk egymástól, és nem úgy, hogy leülünk, hanem gyakorlati és elméleti tudást is mind a kettőt itt meg tudunk szerezni, és ez nekem egy hatalmas nagy élmény egyben. Fehér Bernadett, az MCC középiskolás programjának régió koordinátora elmondta, hogyan lehet csatlakozni a csapatukhoz. A középiskolás program jelentkezéséről is tájékoztatót tartott. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik nyitottak a világra, akik szeretnének különböző tudományterületekre ablakot nyitni, illetve szeretnének egy jelentős, egy nagy magyar, akár határokon átívelő és külhöni magyarokat is magába foglaló közösséghez tartozni. Annyi lesz a játék lényege, hogyha rámutatok valakire, és azt mondom, hogy zip, akkor az illetőnek a tőle jobbra ülő ember nevét kell mondania. Ha rámutatok valakire, és azt mondom, hogy zap, akkor az illetőnek a tőle balra ülő ember nevét kell mondania. Zip a jobb, zap a bal. Aha. Zip a jobb, zap a bal. Ha viszont rámutatok valakire, és azt mondom, hogy zip-zap, akkor mindenki helyet cserél mindenkivel minél gyorsabban. A középiskolás programba tulajdonképpen bármikor tudnak csatlakozni a diákok. A kp.mcc.hu oldalon online módon egy adatlap kitöltése révén, illetve egy kritikai eszébe küldésével, ami lehet bármilyen általuk tetszés szerint választott mű, ez lehet egy irodalmi mű, egy film, egy sorozat, vagy bármi, ami elnyerte tetszésüket, és ennek kapcsán várunk tőlük egy kritikai fogalmazást, úgymond, eszét. Az MCC-nek nagyon fontos küldetése a közösségépítés, és ugye különböző iskolákból érkeznek hozzánk a diákok, ezért a mai alkalomnak is az a célja, hogy az újonnan csatlakozott diákokat a régeken megismertessük, és lehetőséget biztosítsunk számukra ahhoz, hogy megismerjék egymást, és hatékonyabban tudjanak majd a jövőben, már mint MCC-s közösségként is együtt működni és dolgozni. Böröc Máté, a szekszárdi MCC vezetője a felvételi időszakról és az aznapi programokról mesélt. A közeljövőben pszichológiai, irodalmi és beszédtechnikai témájú workshopokat fognak tartani. Túl vagyunk egy sikeres rekrutációs időszakon, a téli felvételi időszakunkat nagy eredménnyel zártuk ezúttal is. Majd 25 diák csatlakozott ismételten a középiskolás programunkhoz. Egyre aktívabb középiskolás közösséget tudunk felmutatni itt a szekszárdi MCC-ben is. Hasonlóan egyébként az ország többi 14 vidéki képzési központjához hasonlóan. Zip-zap! Gyorsan! Gyorsan!
A következő időszakokban is igyekszünk az ifjúsági tehetséggondozó tevékenységünk mellett a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas programokat szervezni a diákoknak. Pszichológiai jellegű workshopok lesznek a jövőben, úgy mint a probléma megoldás, vagy éppen egy pszichológiai témát is, hogy említsek, mi visz rá az embert a kegyetlenséggel címmel Zsidi Zsófia pszichológus érkezik majd hozzánk, de lesz irodalmi témájú előadásunk, workshopunk a diákok részére, aztán a beszédtechnika fejlesztése kapcsán is szervezünk programokat, illetve a diákok körében egyre népszerűbb Vita Akadémia is többször ellátogat majd hozzánk. A Matthias Corvinus Kollégium szeretettel várja a közösségkedvelő diákokat Szekszárdon.